Amikor vagy 40 évvel ezelőtt itthon még tilos volt sztárnak lenni, ő már akkor az volt. Talán ő volt egyedül az. Ma, amikor viszont már mindenki sztár, aki önmagáról azt gondolja, ő még mindig egyedül van, mert ma is ugyanaz, aki 40 évvel ezelőtt volt. Vegyék úgy, hogy már-már a szó legszorosabb értelmében. Vendégem ma este Medvecki Ilona. Ha túl lenne pár plasztikai műtéten, most bevallaná? Természetes. De nincs? De a szükséges műtéteken, ami a koromhoz mérten kellett csináltatni, lásd, plasztikai műtétnek nevezendő a lézer műtét. Tehát a teljes, az a szemre? Szemre is. Arcra is? Arcra is. Lejjebb is? Nem megyünk végig a testrészeken. Nem. Csak az arcnak a teljes lézer technikával, lézer segítségével való műtétén keresztül estem. És ezt minden évben meg kell csinálni, nem, vagy pedig csak egyetlen egyszer csinálták, eszem egy éve. Egy éve, másfél éve. Uh-huh. Nem fájt nagyon? Hát altattak, nem nagyon éreztem. Uh-huh. Évtizedeken át mély titokban tartotta a korát, aztán most egyszer csak bevallotta, hogy 65 éves. Erről csak az jutott eszem, hogy csak nem azért vallotta be most hirtelen, mert nem annyi, vagy annyi? Következőképpen történt ez, valamelyik bulvár újság öles betűkkel hozta le, hogy micsoda nő Medvecki Ilona 72 évesen. És akkor dübegurultam, mert eddig sem volt, ha valaki veszi a fáradtságot, akkor a lexikonban megtalál. De... A régi lexikonok is ezt írják. Igen, nem, a koromat írják. Azt mondom, tehát az igazat írják a régi lexikonok is. De azt, hogy 72 éves, hát akkor egy kicsit dühbe jöttem, és akkor mondtam, hogy hát nézzenek utána, hát egyértelmű. Mert mikor született? 41. harmadik hó 4-én. Hát akkor kijön mindenki utána a számolat. De legközelebb azt fogom mondani, hogy 85 vagyok, ugye, hogy milyen jól nézek ki ahhoz képest. Fél az öregedéstől? Nem félek. Abszolút nem félek, méltósággal viselem a korom, és egyáltalán a biológiai vagy a természetrendjét nem tudom megakadályozni. Na jó, nézzünk kicsit bele ebbe a múlt hétvégi felvételbe, mert hát ha nem látta valaki, és érdemes, azt hiszem. Szóval például, amikor ezt a egy ülő helyzetben is tud spárgát, meg álló helyzetben is tud, úgy hívják ezt, azt hiszem, hogy ilyen álló spárga, vagy nem tudom, hogy jól mondom-e. Ez is csak azért volt, mert készült a méltó visszatérésre? Igen. Hát meg vagyok áldva gén szempontjából jó adottságokkal, de természetesen előtte minden reggel 6 órakor Bélavári Panni volt kolléganőm, följött vidékről, és hát segített egy kicsit tágítani, és egy kicsit a fájdalmaimat legyőzni, mert hát azért nagyon fáj a gerincem és a térdem. De az már, hogy mondjam, a korosodásnak, vagy pedig a balesetnek? Nem, a baleset. Uh-huh. Olvastam valahol, hogy szeretet nélkül nőtt fel, sohasem volt, akitől azt hallotta volna, hogy szeretlek. Ön mondta ezt bárkinek az életében, úgy értem, hogy amikor úgy is érezte? Hát talán azért, mert nem kaptam, nagyon meg tudnám számolni, hogy hányszor mondtam ezt. Amerikában ez nagy divat, és kicsit furcsán is ért, amikor eleinte 70-ben mindenki, minden telefonbeszélgetés úgy... I love you, baby. Igen. Na most én elég fukaron bánok ebben a szóval, de egyre jobban ízlelgetem, és próbálom mondani azoknak valóban, akik De lehet, szeretem. Hogy életében azért nagyon kevés embert szeretett, ezzel arra utal? Én nagyon sok embert idézőjelbe szerettem, mint kollégát. De milyen az, hogy idézőjelbe szeretném? Most mert a szeretet fogalma az sokféleképpen nyilvánul meg nekem. Teljesen feltétel nélküli szeretetre gondoltam, amikor a ezt A szerelemre kérdeztem. Gondol, vagy a szeretetre? Nem, a szeretet. Csak feltétel nélküli legyen. Arról érdeklődtem. Én az, hát feltétlen, rengeteg olyan ember van körülöttem, és vesz körül, és volt körülöttem, akik szerettek, és viszont szerettem őket. De az, hogy szeretlek, ezt a szót nagyon nem mondtam ki. Mi van az élettársával? A Magyar Televízióból hát jó néhány évvel vagy évtizeddel ezelőtt eltávozott Nagy Richárddal, akit azóta is visszasírnak abba az intézménybe. Mert a sajtó azt írja, hogy továbbra is együtt élnek.
Hát igen, együtt élünk, de sajnos neki van egy betegsége, ami visszafordíthatatlan, és hát ő nagyon jól érzi magát, csak én borzasztó sokat szenvedek. Ez mit jelent, hogy ő időközben, hogy mondjam, már nem teljes jó partnere, vagy nem teljes egészében képes partnere lenni? Hát ő már 18 éve szinte mondhatnám, hogy a rendszerváltás óta nem partnerem, csak ott van, és viselem a gondját. Uh-huh. Tehát ő súlyos beteg, ez azt jelenti? Hát mentálisan igen. Uh-huh. Fizikálisan most kevésbé. Őt például szerette? Belé szerelmes volt? Nem, nem voltam szerelmes, ezt egyáltalán nem állíthatom, hanem felnéztem rá mindegy oszlopra, mindegy nagybetűvel egy emberre, aki mindig az emberekért küszködött, harcolt, az első pillanattól kezdve, hogy ő a kis disz, vagy a jó ég tudja milyen... Ugyanez csak legendákból tudja, mert ezt igen, ő mesélte, soha nem később találkozta. Igen. Én nem hallottam őt soha beszélni, de hát egy ország rajongott érte, és nézett föl rá. Arra nem gondolt, amikor már nem volt ilyen értelemben megfelelő partnere, hogy külön válnak, hogy elhagyja? Nézze, Sándor, én ha arra vagyok hivatott, hogy valakin segítsek, akkor én végigviszem ezt a, hogy is mondjam, a rám nehezedő terhet, fizikálisan, vagy mentálisan, vagy idegileg, hogyha ezt rótta ki rám a sors. És miért gondolod, hogy ezt rótta ki? Nem tudom, mert 20 éve ezt viszem. Ebből adódóan kérdezem, csak érdeklődöm, hogy magányos? Nagyon. Magányos? Igen. Senki, kivéve egy pár ember, aki belelát az életembe, azok tudják. Csak egy napomat kísérnék végig. Annyira szomorú egy napja? Hát, igen. És nincs olyan készsége, hogy mondjuk barátokat, vagy akár új szerelmeket találjon? Új szerelmeket? Hol vannak a régiek? Hát akár a régieket, de mondjuk tehát, hogy úgy éljen, ahogy méltó magához. Hát maga még egy fiatal, csinos, bocsánat, hogy így mondom. Nem is a fiatalság, csak tudja, ez régen arra gondoltam, hogy az ember minden korának megfelelően megtalálja a partnerét. Hát itthon ez nem létezik, ugyanis a hozzám megfelelő partner, akire én fölnézek, akit én tisztelek, aki hasonlóképpen, hasonló elvárásokkal van úgy jogilag, vagy mentálisan, vagy emberileg, vagy egyáltalán habitusilag az élettel szemben, mint szóval én. Olyan férfivel nem találkozik. Az vagy nős, vagy már megállapodott, vagy van barátnője, és félnek tőlem a férfiak. Azt el tudom képzelni, azt el tudom. Azt hogy értette, hogy maga a kommunizmusban lett hercegné, és a demokráciában kommunista? Hát ez nagyon egyszerű, Sándor. Az a bizonyos krisztusi kommunizmus, amit hirdett, hogy egy ember termeljen ki annyit, egyetlen egy ember, 37 ember, ezt Marx Engels is megmondta, leírta a levelezéseiben, hogy abból mindenki annyit vegyen ki, amennyit ki tud. Tehát egy ember 37 embert tartson el, és mindenki csak annyira tartson igényt, amennyire szükséglete van. Tehát ön a demokráciában kommunista, akkor ezzel most mit kell értsek, hogy ön eltart egy csomó embert? Hát én nem tartok el, pontosan fordítva. Én csak szerettem volna eltartani, de én 18 éve nem dolgoztam. Uh-huh. A kommunizmusban lett hercegnő, azt értjük, hát Turn and Taxis. Ő volt a férje. Igen. Vele mi van? Tud róla valamit? Úgy tudom, hogy még él, és azt hiszem, hogy egy luxus nyugdíjas otthonban él. Ott elválasztottak, de Magyarországon nem. Tehát az önök elváltak? Az osztrák részről igen, de Magyarországon nem választottak. De az akkoriban egy érdekházasság volt? Egyértelműen. Uh-huh. A villát ajándékba kapta, amelyben lakik, azt írja az újság. A zöldséges nem fogad el pénzt, sőt a kutyatápot is ingyen adja. Erre mindre rászorul? Nem erre 16 vagy 18 embert tudnék felsorolni, akiktől nem ez az adás után, hanem súlyos évek óta egyszerűen
hogy is mondjam, hogy a szavaikkal éljek, megtiszteltetés nekik, hogy... Támogathatják őt? Igen, igen. Tehát de nem történik. Anyagilag, hanem a kozmetikus, a masszőr... Tehát nem fogad el pénzt, elmegy a kozmetikushoz? A sebész, a szemorvos, a masszőr... Nem tudom, 14 vagy 16 ember tudnék összeszámolni. Nem fogadnak el pénzt. Jól sejtem, hogy de olyan sok nincs is. Tehát ha mondjuk mindezeket ki kellene fizetni, talán nem is tudná. Hát egyértelműen. Egyértelműen. A fitness bérleteket kapom, a fürdőbérletet kapom. Ezek súlyos milliók. Uh-huh. Most úgy érzed, hogy ismét divatba jött az RTL Klub műsora nyomán? Nem érzek semmit különösebben. Pillanatilag a sajtó vagy a média fölemelt, aztán ugyanúgy elejt, mint bárki mást. De egy szempontból örülök, mert hát csinálja utána valaki ezt 65 évesen. Hogy hívják most önt a sajtóban, hogy retro sztár? Igen, de szeretném megkérdezni, hogy nem mertem megkérdezni az újságírót, hogy mit jelent az? Hát, hogy ismét divatba jött az, ami már egyszer volt, tehát nosztalgia sztár magyarul. Hát köszönöm a sajtónak. De ez felemelő, vagy ez fogalmam se volt, pozitív. Hogy mi az, hogy retro sztár. Azt hittem, hogy szidják, de mosolyogott hozzá. Hát persze. Tervez úgy, hogy 20-30 év múlva lesz egy ilyen gigantikus, nem tudom én, sportcsarnokbeli nagy búcsúja, mondjuk 100 000 néző előtt, vagy azért szeretne, hogy mondjam, csak kicsit ilyen észrevétlenül visszavonulni, amikor mondjuk eljön ennek az ideje? Jó kérdés. A sorsra bízom. Most azért kapott lendületet ettől a műsortól? Tehát táncolna szíve szerint? Hát természetesen, ha méltó felkérés van, akkor igen. És ezt úgy érzem, hogy az RTL méltó volt erre. Főleg még, hogyha sok tehetséges embert hagytak volna dolgozni. Hogy érti ezt, hogy sok tehetséges embert? Hát van ott nagyon sok tehetséges ember, csak lehetne ezt még jobban csiszolni. Hát nyilván lesz majd egy második széria, közben azért hadd kérjem vissza a felvételt, hogy azok a nézők hadd lássák, akik egyébként nem láthatták ezt a fantasztikus 18 év után előállított produkciót. Szóval lesz ennek folytatása, azt lehet hallani, hát akkor úgy gondolom, hogy még inkább megmutathatja. Lenne még kedve egy önálló showhoz is, akár bírná? Természetes, csak idő és méltó partnerek kellenek. A partner alatt nem konkrétan a mostan látottakat értem, mert ennél méltóbbat nem kaphattam, mint az Operaház tánckara és Sárközi Gyula koreográfus. Bármit meg tudott csinálni? Bármit meg tudott volna csinálni? Vagy azért a koreográfiát már úgy találták ki, hogy azért a mozgására tekintettem. Itt már én sérült voltam a gerincemmel. Uh-huh, tehát erre, ezt figyelembe kell. Igen, ha igen. Nincs gerincsérülés, akkor akármit, mint régen? Hát tulajdonképpen a gerincemmel mindig volt baj, tehát a gerincemet a koreográfusnak tudomásul kell venni, hogy nem vagyok már kaucsukbaba. Uh-huh. Hát, hogy szépen fogalmazzak. Jó, hát köszönöm szépen, örültem, hogy láttam egy pillanatra, meg hát örültem, hogy ismét táncolt ott a nagy nyilvánosság előtt, és a legjobbakat. Hát azt hiszem, akkor kívánnék a legjobbat, ha boldogságot kívánnék. Hát, ha van még erre remény, azért és bízom benne. És egy kis tapsot. És egy kis tapsot? Nekem az a boldogság.